A könyveknek sorsuk van. A tolnai származású Juhász Katalinhoz kerülőknek pedig az, hogy szobor lesz belőlük. De nem akármilyen, könyvszobor. Egy szekszárdi fiatalembernek volt itt a kiállítása. Akkor tetszett meg, és az én képeslap kiállításomon az unoka húgom keltette fel rá figyelmet, hogy ő ilyet szeretne készíteni, aztán én készítem, ő meg nem. Úgy készül, hogy én kinyomtatom őket milliméter papírra, és minden milliméternél egy könyvlapon be van jelölve a minta, és a mintának a széle be van vágva, vagy be van hajtva, és akkor így adja ki a mintát. Van, amelyik 6-8 óra még elkészül, ez elég gyorsnak számít, mondja Katalin, azonban egyes alkotások elkészítése akár 24 órát is igénybe vehet. Azonban ezúttal nem csak a könyvekből készült csodaszép aprólékos szobrokat tekinthették meg azok, akik részt vettek Katalin kiállítás megnyitóján. A falra is kerültek fel képek, nem is akármilyenek, gyöngyképek. A gyöngyképeket tavaly a unoka húgomnak az édesanyja mondta, hogy kapott egy ilyet a lányától, és felkeltette a figyelmemet, meg az érdeklődésemet, és utána néztem az interneten, megtetszett, és akkor rendelve lett egy csomó Kínából, ami szerencsére megjött még ugye a háború előtt. És a kínai boltba vettem párat, meg az interneten van néhány weboldal, ahol lehet rendelni. A nagyot az egy 3 hét körülbelül. Jó, mondjuk nem úgy, hogy reggeltől estig, hanem szabad időmben. Mindig egy bitony napi 2-3 óra, úgyhogy elég sok. Meg hát fárasztó a szemnek, jó mondjuk akinek jó szeme van, annak nem probléma, gondolom, de nekem eléggé fárasztó volt, de nagyon tetszik. Megtetszett, ahogy készült, érdekes volt nagyon, ahogy kiadta a mintát a gyöngy, úgyhogy örültem, örömmel készítettem mindegyiket. Gyerekkorom óta szerettem rajzolni, festeni, de úgyisten igazából most 2007 óta foglalkozom vele. Nagyon sok mindent kipróbáltam, a hímzéstől kezdve a papírhajtogatásig, de most ez lett a kedvencem, és a legújabb pedig a hímzés és a festés számok alapján. Úgyhogy vettem ilyen nagy képeket, de hát azt is elég macerás lesz elkészíteni, mert elég aprólékos, de hát megoldom. Majd remélem. Először is örömet, kikapcsolódást, meg nem is tudom. Mikor az ember fáradt, és nem igazán tudja, hogy mihez kezdjen magával, a tévé már unalmas, szerintem egy nagyon jó dolog, hogy bármit kitalál. Az interneten rengeteg mindent lehet találni, úgyhogy szerintem bárki talál valamit, ami a szívéhez közel áll. A gyöngyképek elkészítése rendkívül aprólékos feladat. Meglátom, megtetszik, és akkor azt mondom, hogy na, ezt nekem muszáj elkészíteni. A gyöngyképek is végül is úgy voltak, hogy rengeteg, több ezer féle gyöngykép van. Úgyhogy órákon át nézegettem a weboldalakat, hogy melyiket, és ez a gőzös, ez tetszett meg legelőször. Hát szerintem több mint 10 000. Egyesével egy tolla bele kell nyomni egy ilyen viaszszerű valamibe, és akkor egyenként fel kell szedni a gyöngyöt, és a helyére minden meg van számozva, és meg van adva, hogy melyik számnál melyik színű gyöngy való, és azt egyenként kell rátenni.